Sorban állnak a helyiek és a szomszédos települések lakosai az autóbusz előtt. Szerdán érkezett Nábrádra a Honvédség terep színű járműve. A mobil autóállomás jellemzően az ország olyan kis településeire látogat el, ahol a körzet házi orvosához több település is tartozik. Annyiból más itt az autóbusznak a felépítettsége rendelővel, hogy a megfigyelési pont, illetve a regisztrációs részleg az autóbuszon kívül kell, hogy történjen. De magát az oltást azt az autóbuszon hajtjuk végre. A megfigyelő ponton egy egészségügyi katona, illetve egészségügyi végzettséggel rendelkező személyzet van, és ha bármi probléma van, akkor elsős orvosi segítséget tudunk biztosítani számára. A jelentkezőknek egy rövid adminisztrációt követően adják be a Pfizer vakcináját. Jó, kis hőemelkedés, lát lehet, hogy lesz utána, akkor bármilyen látszok tud be lehet venni, hogy otthon szokott szedni. 30 percet leül a megfigyelő ponton, a busz közepén pedig megkapja az igazolását. Vasárnap egy másik autóbusz is a megyébe érkezik. A két jármű összesen 10 napot tölt itt, 18 település mások mellett Tiszabecs, Rozsály, Kölcse, Beregsurány, Tunyog-Matolcs és Szatmár cseke lakosait oltják be. Az 1700 fős házi orvosi körzetből eddig 600 fő kapott oltást, és a mai nap 180 fő fogja megkapni. Igazából ez kimeríti az összes regisztráltat. Tulajdonképpen csak azok nem kapták meg az oltást, vagy nem kapják meg a mai nap, akik az elmúlt napokban regisztráltak, a többiek teljesen beoltottak. A mobiloltópont informatikai hátterét a kormányhivatalok biztosítják. Román István megyei kormány megbízott kiemelte, fontos, hogy a buszok a kis települések lakosaihoz is eljussanak. Az ő esetükben a fizikai távolságok teszik néha nehezebbé az oltáshoz való hozzájutást, de hát ez az oltóbusz program ez arról szól, hogy helyben megy az oltási tevékenység. Ugyan a házi orvosaink a megyében nagy számban, nagyon ügyesen, nagyon sok erőt megmozgatva dolgoznak, de azt gondoljuk, hogy egy ilyen plusz segítség, ami érkezik az oltási munkába, ez az ő számukra is nyilvánvalóan fontos lehet, és hát nyilvánvalóan azok számára, akik most soron kívül megkaphatják az oltást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkező oltóanyagokat szinte kivétel nélkül a megadott határidőre felhasználják. A regisztráltak több mint 80%-a pedig megkapta már legalább az első védőoltását, tette hozzá a kormány megbízott.